Köszöntöm a Sonline Podcast nézőit és hallgatóit. Szinte az egész világot megrázta a Törökországot és Szíriát ért földrengés, és az a pusztítás, amit ez okozott a két országban. A világ minden tájáról érkeztek mentőcsapatok segíteni a túlélők kimenekítésében a romok alól. Így többek között természetesen Magyarországról is érkeztek segítők. A Hunor mentőcsapat egyetlen somogyi hivatásos tűzoltó tagjaként Mészáros Ferenc is részt vett a mentésben. Vele beszélgetünk a mai podcastünkben. Köszöntöm a műsorban. Köszönöm. Először is hogyan jött a hír, vagy az információ, hogy ön is ki fog menni Törökországban Hunor mentőcsapat tagjaként? Ez mindig úgy van, hogy kapunk egy riasztást SMS-be, illetve jön egy telefonhívás, hogy vonduljunk be állomásainkra, ami jelen esetben fent Budapesten a Felegyi úti bázist jelenti. És amikor megérkeztek a helyszínre Törökországba, az, ami ott fogadta önöket, a látvány, az mennyire volt meglepő? Vagy? A reptér az 200 kilométerre volt a mi kárterületünktől, úgyhogy mi szépen fokozatosan szoktunk hozzá a látványhoz, mert az a reptér, ahol mi leszálltunk volna, az olyan mértékben károsodott, hogy repülőket nem tudott fogadni. Ez az adanai reptér? Igen. Uh-huh. Mi Adanán leszálltunk, onnan pedig egy nagyon komoly logisztika volt, hogy a maga 7 tonna felszerelést, illetve az 50 ember 200 kilométerre el kell vinni. Ezt először meg kellett szervezni, és mivel ettől a romosodott várostól 200 kilométerre indultunk meg, Adana az például nem sérült. De ahogy mentünk közelebb a kárhelyhez, először csak olyan épületekkel találkoztunk, ami meg volt repedve, utána majonapkal, ami el volt dőlve, utána már teljes romosodás volt. És amire megérkeztünk, addigra már valamilyen szinten fel tudtunk készülni, illetve hozzászoktunk a látványhoz, hogy milyen helyen kell majd beavatkozni. Mit látott rajtuk, hogy így mennyire viseli meg őket ez a szituáció? Mert amiket én hallottam híradásokból, azért ott kint így szinte a civilizált élet az így majdnem, hogy megszűnt. Hát igen, ez egy eléggé spártai. Az itteni szemmel ezt nem lehet elmondani, hogy nincsenek közművek. Nincs áramszolgáltatás, nincsen internet, nincsen telefon, nincsen víz, nincsen gáz, nincsen semmi. Tényleg olyan, mintha az ember visszamenne egy 200 évre, illetve összedőltek a házak, bent vannak a rokonok, ismerősök, családtagok, egy iszonyú nagy kétségbeesés van, illetve reménykedés, hogy meg fogják találni a rokonokat, de viszont nem tudnak senkit felhívni, ott nem lehet bedugni egy telefont, hogy akkor feltöltöm, de hogyha fel van töltve és össze vannak borulva az adótornyok, akkor megint nem lehet telefonálni, a csapból nem jön víz, éjszaka sötétség van, illetve éjjel mínusz 5 fok volt, nappal meg ilyen 12 fok. Nincsen fűtés, ott a környékbeli épületekről, ami lehullott tető, azokból csináltak ott az emberek tábortüzet, szedték ki a romok alól a takarót, és próbálták átvészelni. Mi volt a legnehezebb az ön számára a kint tartózkodásban? Hát sok minden, de így idővel, meg maga a csapat szellem, hogyha már láttuk valakin, hogy valami egy kicsit jobban megviseli, akkor ezt így úgymond humorral megpróbáltuk elítni, uh-huh. illetve nem hagytuk, hogy valaki nagyon elgondolkozzon, hanem mindig akkor szóval tartottuk, mentünk tovább, csináltuk, ami éppen pont volt feladat. De nagyon nem is tudtunk ezen gondolkodni, mert 8 órás váltásokban dolgoztunk. Tehát nem volt idő, úgymond, belesüppedni a... Nem, mert ami le van írva a tankönyvekben, hogy mi kimegyünk és megépítjük a tábort, és kimennek a felderítők, és megnézik a területet, hogy a kutatóknak akkor, vagy a mentők, hogy milyen felszerelést vigyenek ki, erre nem volt idő. Mi amikor kimentünk, és már egyből öltöztünk át, és mentek a kutyások, és mentünk, és már fúrtunk, faragtunk, a többi a csapatnak a másik fele pedig felépítette magát a tábort. Önnek mi volt a konkrét feladata a csapaton belül? Én mentő vagyok. Én vagyok az, aki fogja a vésőgépet, a fúrót, a szaggafűrészt, és kell menni, és darálni, és bödrözni, és megkeresni az embert. Mennyire volt ez kemény kihívás így éles körülmények között? A gyakorlatokban ugyanezt kell csinálni, hogy ugyanígy kell törni a betont, elvágni a betonvasat, az ágybetétet, a kanapét, a hűtőt, attól függ, hogy mi van előttünk. Csak itt maga a látvány, a szagok, ez volt a
ami éles volt a gyakorlathoz képest. Melyik volt a legemlékezetesebb mentés, vagy a legnehezebb? Hát két nagyon nehéz mentés volt, de a legemlékezetesebb a Selma féle, hogy megtaláltuk 2,5 nap után egy hangot, hallottuk, de nagyon mélyen. És például a törökök mondták, hogy nagyon sok idő, nagyon sok energia, amire ki lehetne szedni, és ők nem is nagyon foglalkoztak vele. És akkor mondtuk az alfával, a falegysége, hogy na akkor ez jó. És mi álltunk neki, és 12 ember 8 órán keresztül ásott, törte a betont, vágta a vasat, amire el tudtunk odáig érni, hogy kiszabadítottuk. Ő élve előkerült a romok alól. Ő neki nagy szerencséje volt. Ezt így sokan felvetik, hogy ilyen több nap után hogy tudnak ennyi ideig túlélni a romok alatt az emberek? Szerencse csak? Nagyon nagy szerencse. Nagyon nagy szerencse kell, mert hogyha már csak azt nézzük, hogy éjszaka mínusz 5 fok van, és ez reggel 4 óra 30-kor történt. Mindenki otthon van pizsomában, de hogyha összeborul a ház, ki lehet ülni. Hogyha nem is lett neki semmiféle sérülése, csak valaki lefekszik egy padlóra mínusz 3 fokba, ki fog ülni. Uh-huh. Abba fog meghalni. Hogyha már van neki valami másik sérülése, be van szorulva a keze, akkor ott viszont, ahogy halnak el a szövetek, utána megindul az a vér, utána vérmérgezésbe fog meghalni. Hogyha nem fog ivóvízhez jutni, vagy bármilyen folyadékhoz, aztán 4-5-6 nap után már vesekárosodást fog szenvedni. Úgyhogy amikor egy ilyen 10-12 nap után valakit ki tudnak szedni a romok alól, élve, ez tényleg egy ilyen világszenzáció. És nem hiába járja a körbe a világot azt, hogy igen, 10-12 nap után találtunk valakit. Sokféle információ kering a világhálón azzal kapcsolatban, hogy ezek az épületek, amik gyakorlatilag kártyavárként omlottak össze a földrengés során, ezek nem is olyan jó minőségben épültek. Mit tapasztalt így testközelből, hogy könnyű volt, vagy nehéz volt? Annyi, hogy nem csak én törtem, hanem ez csapatmunkában volt. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a betontörést, fúrást, faragást, bármit, hogy ezt egy 20-25-30 percig tudja csinálni az ember. Uh-huh. Amikor csinálja ezt az ember, megfogja, beleteszi a törmeléket vödörbe, hátraadja, és akkor ott vannak a kollégák, akiknek kiviszik a romon kívülre. Uh-huh. De fél óra alatt ugye fárad az ember, hogy utána mindig van egy csere. Úgyhogy aki elő volt, az megy be a végére, közepére, attól függ hogyan, és ez egy ilyen körforgásba megy. Uh-huh. A visszatérve az anyagminőségre, az nem a mi reszortunk ezt megállapítani, hogy jó volt, vagy nem. De annyit el tudok mondani, hogy hát elég könnyen lehetett úgymond törni. Uh-huh. Amikor törtünk például egy tartó osztopot, annak nem szürke színe volt, hanem inkább ilyen homokszíne. És például a romokon belül azért is kellett ránk pormaszk, meg csősáll, meg már mindent fölvettünk. De amikor törtük a betont, akkor porlott. És egy beton az nem porlik, hanem az törik. Uh-huh. És az utórengések azok mennyire jelentettek problémát itt a mentés során, mert azt hallottam, hogy ugye volt két nagy földrengés, de azért még utána volt több. Hát az utórengések azok ilyen 3-4 óránként mindig voltak, ilyen 3,3-tól 4,4-ig. Uh-huh. Az elsőnél kijöttünk, mert tényleg ez van leírva a nagykönyvben, hogy amikor megszólal a duda, illetve amikor érzi az ember az utórengést, akkor ki kell jönni. De ezek az utórengések, ezek nem egy hosszú dolog, hanem egy ilyen 5-6 másodperc. Amikor bent van az ember a romon belül, akkor ez mondjuk fél órának tűnik. De mivel mi ott felmértük, hogy ezt 5-6 másodperc alatt nem tudunk kijönni egy 30 méter hosszú üregből, hanem annyit tudunk csinálni, hogy akkor nem 30 méteren fog ránk szakadni, hanem 25 méteren. Viszont az, amire mi onnan ki tudunk jönni, illetve megvárjuk azt a 10 perc, 4 órát, amire mondják, hogy visszamehetünk, és megint oda be tudunk menni, ez fél óra. Uh-huh. És itt viszont minden perc számított. És mi ebben nem is mentünk már bele, hogy kimegyünk, annyit csináltunk, hogy összehúztuk magunkat, egymás szemében néztünk, pergett ránk az aprókő, a morzsaléktól elkezdve minden, és megvártuk, hogy mi lesz. Túléltük azt az 5 másodpercet, 6-ot,
annyi, hogy kirádióztunk, hogy az alfa megvan, és csináltuk tovább. És az ilyen praktikákkal, amit elvileg nem lehetett volna csinálni, így nyertünk fél órákat. Elég volt ennyi idő? Mit gondolod, sikerült mindenkit megmenteni, akit meg lehetett menteni, ameddig önök kint tartózkodtak, vagy még maradt volna mondjuk segíteni? Én még maradtam volna személy szerint, mert ott már tényleg úgy átbillent az ember. Itt, aminek nagyon nagy jelentősége van, hogy én csak amikor elmentem, tudtam, hogy itthon rendben van minden. Uh-huh. Hogy a feleségem jól van, a kislányunk jól van, a nagyfiam jól van, tudnak magukra vigyázni, és mondták, hogy az a lényeg, hogy én vigyázzak magamra. Ez amikor a itthoni háttér biztosítva van, akkor tudunk rendesen ottként is dolgozni. Elsősorban azt mondják, hogy a nagyvárosokra koncentrálódnak a mentések. Ez valóban így van? Tehát, hogy ez ilyen kisebb falvak, kisebb településeken? Mi ezt nem érzékeltük, csak azt, hogy ez mekkora kiterjedésű volt ez a földrengés. Mi az a város, ahol voltunk, mi az epicentrumtól még 150-200 kilométerre voltunk. Ez egy olyan hatalmas terület, hogy erre nem lehet felkészülni. Egy akkora földrengés volt, hogy itt kis település, nagy település, nagy településnek is voltak olyan részei, ahova nem jutottak el a mentőcsapatok. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert minden nem lett volna az a mennyiségű mentőcsoport, ami ott elég lett volna, illetve mentőautó, kórházi ágy, itt nagyban volt szerepe a szerencsének. Uh-huh. Hogy hova jutott el mentő csapat, illetve hova nem. És ugye hatalmas mennyiségű rom keletkezett ezeken a településeken, azt bárki láthatja, hogyha megnézi a videókat az interneten. Ön szerint mennyi idő lesz az, mire ezt onnan sikerül mindent eltüntetni, kihozni az áldozatokat, mert biztos, hogy vannak még áldozatok a romok alatt? Megbecsülni se tudom. Na itt az a gond, hogy van egy épület, ami teljesen összeomlott, oda mennek a nagy törőgépek, összetöri markológépre, felrakják, dömperekkel elviszik, de egy ekkora városnál, ami például több százezres volt, ahol mi is voltunk, itt a közműrendszer az ugyanúgy megsérült. Ugyanúgy a vízvezeték, a szennyvíz, a gáz, ami lent van a föld alatt. És itt nem arról szól most hogy fel kell építeni megint egy 15-es házat, hanem ott megint mindent fel kell túrni, mert nem lehet tudni, hogy hol van csőtörés, és ezeket csak úgy lehet, hogyha az egészet újra kell építeni. Uh-huh. Illetve itt még nem volt olyan ház, ami ne sérült volna valamilyen szinten. Uh-huh. Itt azért a statikusoknak azt elmondani, hogy igen, itt most kiesett egy oldalfal, de attól függetlenül, hogy vissza lesz falazva, akkor ez még jó lesz. Uh-huh. Ez egy... Évekbe telhet? Én szerintem évek. Uh-huh. Évek, hogyha egyáltalán fel tudják építeni. Mert most megint ugyanoda építeni, ahol már volt egy földrengés, oda vagy nagyon földrengésbiztos házak kellenek, vagy akkor nem oda kell, hanem máshova, vagy nem ilyen magas házakat, hanem alacsonyabb házakat, de ott majd jóval okosabb emberek el fogják dönteni, hogy mi legyen. És ez milyen érzés volt, amikor visszatért Magyarországra, amikor magyar földre letehette újra a lábát? Megkönnyebbülés volt? Jó volt. Maradtunk volna, de viszont tényleg tiszta lelkiismerettel jöttünk el, mert tudtuk, hogy amiért kimentünk, azt mi megcsináltuk, ennél többet nem lehetett csinálni, sőt, több azért még egy kicsit még többet is kockáztattunk, mint amit kellett volna. Nyugodt lelkiismerettel, amit vártunk, az egy jó zuhany. Így, hogy egy hétig nem fürdött az ember, azt el nem lehet mondani, hogy egy hét után egy forró zuhany, hogy ez mennyit tud dobni az emberem. Utolsó kérdés, mennyire sikerült visszarázódnia az itthoni dolgos hétköznapokban? Hát még nem nagyon, de rajta vagyok, úgyhogy most már ugyanúgy szolgálatban vagyok, ugyanúgy itt vagyok a fiúkkal, és próbálom ugyanott felvenni a cérnát, ahol leraktam. Mészáros Ferencnek köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, nézőinek és hallgatóinknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is. Viszontlátásra!